az volt a megállapodás, hogy kipróbáljuk a lakókocsizást, és ha nem tetszik, akkor hazajövünk, és eladjuk. 10 óra vezetés, 700 kilométer, és alig 2 óra alvás után már tudtam, már éreztem, hogy ez egy csodálatos nyár lesz. Ez volt az a pillanat, amikor először éreztem, hogy jó döntés volt a vásár. Figyeljetek! Ezt hallgassátok! Innen nézve eltörpül minden hétköznapi probléma. Ez egy életre szóló élmény, ami csak most kezdődik. Hello. Te mit csinálj? Főzöm a kávét. Az első kávét a... Igen. Azt nézem, hogy melyiket gyújtsam be. Hát ezt mindig szerintem. Ezt? Engedd ki lassan. Kusz. Jó, lássam, megállítod. Az a baj, hogy 2,4 amperrel töltünk, és 3,7 ampert fogyasztunk jelenleg. Érted, hogy hol a baj? Igen, mert ez a... nem már ide tartozik. Igen. Vegyük el az asztalt mi is? Igen. Az első kávém a tengeren. Most készül. Szerintem életem legfinomabb tengeri kávéja lesz. Ilyen háromkor írt, három hogy... Szegény, hogy megérkeztetek. Szegény. Mi történik itt? Kilettél plegykázni. Na. Miért? Elmeséltem, hogy hogy használom a budit. És akkor első nap. És első off-camping élményünk. Hogy tetszik? Vagány. Mutasd a kilátást, ne engem. Hát már látszik a reggeli videókban. Ezt nem nagyon engedik, hogy ilyen csinálják. Kiengedjed a vizet? Aha. Vagy milyen? Egy kempingben nem szabad ilyen kényelőd a vizet a kocsiból főt. Jó,
Itt lehet lemenni? Nem. Nem, csak itt lesz kelődő. Jó, ennek milyen jó ez az első íve. Ebből az árval akadta. Széket meg annak fordítva, igen, van benne ma. Ott is itt van még. Szóval be vagyunk pakolva, viszlát, off camping és Váma végké. Itt állunk már vagy 15 perces, még mindig sokan vannak. Gyertek Bulgáriába hétfőn 3 órakor. Az este, az éjjel 1 órakor, amikor erre jártunk, nem volt senki. Csak visszafordultunk. Az off-campingbe Vámára. Bulgáriába levendul a föld. Láttad? Tamám. Nagyon vagy ezt. Háló. Háló. Kula vagy, mi ennek a nevennek ennek ott várjunk? Kulánkulák. Na tovább egy egy ekkora hely ki van takarítva. Valaki ide lejött. Ezek itt. Rengeteg szúnyog van. Igen. Ide vagán. Így néz ki a mi kis birodalmunk, ez a igazából az utazás után az első nap után, de ma is utaztunk egy csomót, úgyhogy hát az első este. Aztán meglátjuk, hogy kurva sok szúnyog van. Holnap csinálok egy túrát a kempingről. Nem tízes. Úgyhogy találkozunk holnap. Sziasztok!